Alkotótábor Kapnikbányán. Örömmel veszük tudomásul, hogy a nyári alkotótáborok szép számban szerveződnek, és egyre színvonalasabb munkával, válogatással, alkotói inspirációval jelentős művek születnek, és igyekeznek gazdagítani a jelen gyűjteményeket, a jövő művészeti hagyatékát. Kapnikbányán is immár jó néhány éves hagyománnyá vált, elsősorban az ottani Veres család jóvoltából, hogy évente több nemzetközi alkotótábort is szerveznek, működtetnek, ahová szívesen jönnek a Kárpát-medence tájegységeiből, neves helységekből, olyan festőművészek, képzőművészek, akik már jól ismerik a Gutin lábainál elterülő települést, vagy első alkalommal van szerencséjük ide táborba jönni. Nagy megelégedéssel tapasztalom, hogy a gazdag tevékenység egyre inkább művészi értékeket képvisel, mind nagyobb értéket hordoz, és az érdeklődés is megfelelő mértékben irányul feléje. Legtöbb alkalommal Kovács Emil Lajos, Szatmárnémetiben élő festőművész vállalhatja a művészeti irányító szerepét. A Kapnikbányára látogatók ugyanakkor más táborok részvevői is, ezért sok a közös ismerős, a témát pedig nem kell görgetni, magától értetődően alakul a tábor ideje alatt, annak alkotói pillanataiban. Ilyen volt a jelen júliusi tábor is, ahol a több mint 10 résztvevő nagyon változatos összetételben kiváló munkákkal örvendezteti szemlélőit. A zárókiállítás kedden július 10-én lesz, és rövid időn belül kezdődhet is egy másik tábor, ami majd az előbbiek is fellendítik az egykori kis bányásztelepülés a Gutin alatti városka művészi, kulturális életét, az érdeklődést a képzőművészetek talán legfontosabb, érdekesebb és becsültebb ágazata felé. A táborozás ideje alatt interjú készült Kovács Emil Lajosa, és ebben az összeállításban pedig külön bemutatom az idei év alkotásait.